Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Pico egyik 2024-es formaújdonságát, a Deutsche Bahn Intercity vezérlőkocsiját mutatom be nektek röviden. A Deutsche Bahn az Intercity forgalomra alkalmas vezérlőkocsi típust 1996-ban építette át Z-típusú, akkor még viszonylag fiatal személykocsikból. Eredetileg 20 példány épült interrégió forgalomra és 12 kocsi Intercity forgalomra. A kocsik először belföldi viszonylatokon jártak, majd az ezredfordulótól nemzetközi forgalomban is rendszeresen előfordultak. A modell a szokásos pikócsomagolásban érkezik, gyakorlatilag készre szerelve. A kiegészítő zacskóból mindösszesen az oldalajtók alsó lépcsőit kell nekünk felszerelni, és már vonatba is sorozható a jármű. A gyártó szerencsére mellékelt még áttört pályakotrókat is a csomagban, így a kocsi vezető főke felüli oldalad is kapcsolható a mozdony után üzemszerűen. Jobban szemügyre véve a modellt, az nagyon minőségi benyomást kelt. A Pico ismét hozta a korábban már expert modelleknél látott szintet. A jármű fő méretei pontosak, a forma jól eltalált, exakt kocsiról beszélhetünk. Kifejezetten tetszetős a vezetőfülke kialakítása, ami szerintem nagyon jó visszaadja az eredeti formáját. Külső részletek tekintetében szerintem nem panaszkodhat a modell. Ugyan az eredeti jármű viszonylag retisztult formavilágú, de a pikó láthatóan odafigyelt a vezérlőkocsi jellegzetes apróságaira is. A vezetőállás ablak törlői filigrán különálló alkatrészek, a tetőn a kocsira jellemző szellőzők és antenna került elhelyezésre. Oldalt példás az ablakok kivitelezése, és a kocsira külön elemként van elhelyezve a digitális iránytábla is. Az oldalajtó található ablakokon belül kialakításra került a kis táblatartó helye is. Az ütközőknél a tolató személyzetnek kialakított fellépő is megjelentésre került. Ami még megragadja a szemet, az a forgóvázak kidolgozottsága. A gyártó itt nagyon kitett magáért, minden a méretarányban megjeleníthető részlet leképzésre került. A kígyózásgátlók különálló alkatrészek, elhelyezésre kerültek a vonat befolyásoló vevő és a forgóvázak féktárcsa imitációkkal is el vannak látva, emellett gyárilag fel van szerelve mindkét forgóváz minden tengelye kétoldali áramszedéssel is. A kocsi alváza részletesen kidolgozott és prototipikus. Itt ugyan minden elem az alvázzal egybeöntött, azonban más expert kocsikhoz hasonlóan ez semmit nem volna a kocsi értékéből. A vezérlő kocsi festése remekül sikerült. Jók a színek, szép egyenletes a felület, pontosak a maszkolások. A kocsi feliratozása is a megszokott minőségű, minden olvasható, éles és a jármű modellezett állapotának megfelelő. A kocsi kaszniát leemelve láthatóvá válik a belső berendezés. Itt a gyártó sajnos továbbra is egyszínű anyagában kékre színezett belsőt készített a kocsihoz. Belső részletek tekintetében a Pico elkészítette a páholyoknál található ablak melletti kis asztalokat, kialakításra került a bicikli tároló rész, Emellett az elválasztó falak és a belső ajtók is, ami némi változatosságot visz az egyszínű belső térbe. A vezérlőkocsiban kialakított Next 18-es foglalatban gyárilag egy vakdugó került elhelyezésre, ami analógban menetirány szerint kapcsolja a homlokfényeket és velük együtt a vezetőasztalon a műszervilágítást. Digitálisban, hogyha benne hagyjuk a vakdugót, akkor fixen a három fehér menet fény fog világítani. Ha digitálisan is kapcsolhatóvá akarjuk tenni a világítást, akkor ebbe a Next18 foglalatba helyezhetjük el a dekóderünket, vagy a Pico kocsi világításokhoz tervezett eszközdekóderét építhetjük be, ez esetben azonban forrasztanunk kell. A nyáklapon kialakított forrasztási pontokra emellett kocsi világítást is tudunk kötni igény szerint természetesen. A kocsi modellpályán kiemelkedő menet tulajdonságokkal rendelkezik. A kerekek centrikusak, a futás sima, egyenletes. A kocsi könnyen gurul, menetellenállása minimális. A legkisebb bejárható ívsugár 360 mm, ekkor azonban a mellékelt lépcsőket nem tudjuk felszerelni az ajtókhoz. A kocsiban rövid kapcsoló kinematika található, az általam próbált összes rövid kapcsolóval probléma nélkül kapcsolható más kocsikkal és siklás nélkül járatható, mint tolt, mint húzott üzemmódban, még a legkisebb ív sugáron is. A kinematika egyenesben szépen összehúzza a kocsikat, ívben pedig kellőképpen eltart. A modell hazai vonatkozásban elsősorban a részt Ferenc Eurocity-ben használható fel, némi kompromisszummal, ugyanis a digitális irányjelzőtábla 2005 körül került fel a vezérlő kocsikra, a modell feliratozása pedig a 6. korszak eleji állapotot tükrözi, ami pár ponton eltér a 2001-2003-as időszaktól. Ez a kocsi típus 1999 és 2003 között közlekedett a vonatban, eleinte még az eredeti fehér közlekedés vörös színben, majd 2002-től már jellemzően a modellen megjelenített fehér alapon vörös csíkos IC festésben. A szerelvényt Bécsig a Deutsche Bahn 101-es mozdonya tolta, onnan pedig irányváltás után az ÖBB 1014-ese vagy 1116-osa húzta Budapestig mivel ezek a mozdonyok nem rendelkeztek a vezérlőkocsival kompatibilis távvezérlési képességgel, ezért a budapesti irányváltás után húzva továbbították az ingaszerelvényt Bécsig. Ezt a felállást az áttört pályakotró felszerelése után mi is megidézhetjük kicsiben. A szerelvény ekkoriban már teljesen dolcsebán kocsikból volt kiállítva, 2001-ig még előfordulhattak benne a régebbi szinterves kocsik is, 2002-től azonban már jellemzően tisztán a fehér alapon vörös csíkos IC színterves kocsikból állt a vonat. Összességében szerintem egy a korszínvonalnak megfelelő modellt hozott a Pico a tőle megszokott minőségben. A jelenlegi 45 ezer forint körüli ár ugyan nem mondható olcsónak, azonban egy magas minőségű, szép külső kidolgozottságú vezérlőkocsit kocsit kapunk a pénzünkért, ami nem utolsó sorban, mind a vitrínben, mind a terepasztalon üzemeltetve megállja szerintem a helyét. Igazi hiánypotló járműről van szó, lévén exakt méretben, hoztorzítás nélkül ezt a típust még nem láthattuk. Mindösszesen a Flashmannak volt ilyen vezérlőkocsi koránban, azonban az a modell egy a 93,5-ös hoztorzított jármű volt. A Pico kocsi azonban nem sokára konkurenciát fog kapni, hiszen hamarosan érkezik majd a rokó gondozásában is ez a típus. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!